Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jöjjön is, kis Evolve, és azon belül is a szörnyek. Igen, a célom az, hogy egy kicsit nyissunk más játékok felé, egy kicsit lássunk új játékokat is. Nem mindig azzal a bizonyos shooterrel játszunk, hanem nyissunk valami újdonság felé, és ne legyünk annyira berögződve, begyöpesödve a mi kis magunk kedvenc játékával. És az Evolve az egy nagyszerű játék, ami azért egy bizonyos szempontból, nem is bizonyos szempontból, hanem egy masszív, uh, új és egy új vonal, és egy nagyon jó kópmód, és stb. stb. De most jöjjenek, jöjjenek a szörnyek, mert, mert mindig szörny egy ilyen kis különlegesség, láthatok róla egy kis bemutató videót, láthatjátok, hogy hogy, hogy néznek ki közelről, hogyan harcolnak, stb. stb. Vakmix kolléga segítségével sikerült rögzíteni bizonyos képi anyagokat. És sor, sorba veszük őket szépen, szépen. Úgyhogy elsőnek is jön ugye az alapszörny, amivel indulunk, és az pedig a góliát, hogy hogy mit tud a gólját, hát így néz ki, nagyon szép kis szörnyeske, mit tud a... Góliát, ugye mindegyik szörnek azt el lehet mondani, hogy három fázisa van és ahhoz ugye vadászni kell a szörnyeket a világban és akkor úgy fejlődik, fejlődik és a Góliát, amit itt láthatjátok és ez a harmadik fázisa és már ilyen tüskeféleségek nőnek a hátán és, és úgy általánosan el kell mondjam, nagyon jó fantázia van a szörnyekbe és nagyon-nagyon jól néznek ki. A Góliátról el lehet mondani, hogy Um, hát ez a, olyan, mint Hulk, tehát megy és zúz, és, és nagyon gyorsan képes uh, a támadások között uh, váltani, mert vannak neki ugye speckó támadási az egyik pedig az, hogy tüzet tüzet hány, mondjuk így tüzet hány, van egy ilyen leap smash nevezető, amikor így felugrik és így körbe lezúz mindenkit, ami ilyen, ilyen csoportos sebzésre jó, ha nagyon körbevesznek, sziklákat tud dobálni távolról, és van egy úgynevezett egy ilyen charge, amikor így nekifut az ellenfélek és elnök is, azzal is masszív sebzést tud okozni, és ezek között a, a a támadások között gyorsan tud változni, mert gyorsan töltődnek újra, ezért maga a szörny hirtelen és gyors támadásokat tud csinálni. Nem beszélve arról, hogy nagyon erős és a méretéhez képest gyors. Azt kell mondjam, hogy nem ez a leglassúbb szörny, hanem a Kraken, de arról is majd később beszélünk. Talán a Kraken. Tehát inkább úgy, mert valahol a, a rated leszámít, a valahol egyforma sebessége a Krakennek és a, a, és a de nagyon gyorsan el lehet vele tűnni a vadászok szeme előtt, szeme elől, és, és eljutni egyik pillanatra a másikra a pálya a másik felébe, gyakorlatilag köszönhető nem csak annak, hogy, hogy hatalmasat tud ugrani a szöny, hanem a képességeinek is, mert például ezzel a leaps messel is egy hatalma, tehát hogyha például ki, ki fogyunk a ugrási lehetőségekből, ugye a leap sel egy plusz ugrás nyerhetünk, nem beszélve utána, hogy a charge nevű képességével, ahol így meglöki az ellenfelet, neki fut az ellenfélse és előki, azzal is egy sebesség boost-ra tudunk szertenni, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon gyorsan el lehet tűnni az ellenfél szeme elől, és, és tovább fejleszteni a páncért, netán ivolvolni. Az az igazság, hogy ez a szörny már már egyes szinten is elég erős tud lenni, és hogyha ügyes maga a játékos, akkor le tudja győzni a vadászokat. De harmadik szinten szinte megállíthatatlan, de olyan szintű páncélt és életet vesz magára, hogy megállíthatatlan. Ám, amíg eljutunk a harmadik szintig, addig bizony azért egy stratégának kell lenni, és meg kell gondolni a lépéseket, és meg kell gondolni, hogy mikor támadhatunk neki az ellenfélnek, és, és mi az a szint, ahol lehet. Tehát én, azt mondom, hogy a kettes szint alatt ne nagyon bocsátkozzunk harcba az ellenféle, hanem inkább próbáljunk meg ugye elmenekülni, és ugye elérjük a kettes szintet, az az első szint, ahol, ahol, már, hogyha meg, utolérnek, megtámadnak, már nyugodtan felvetjük velük a csatát, addig, ameddig mondjuk le nem megy ez a bizonyos mobilis aréna, de ha nincs mobilis aréna, akkor érdemes elmenekülni, kitaktikázni, elbújni és felfelőni harmadik szintre, és onnantól kezdve gyakorlatilag a góliát megállíthatatlan. Nos, jöjjön akkor a következő szörny. Azt kell mondjam, hogy, hogy, nagyon jó és munka vele játszani, és ez, ez a nagyszerű zivolva, hogy mindig szörnek kb. adtak egy másik tulajdonságot, egy másik stílust, egy másik stratégiát kell kövessél, nem beszélve arról, hogy, hogy a vadászok is úgy kell alkalmazkodjanak, tehát hogy a vadász választhatsz a szörnyhöz, csak az a baj, hogyha bot irányítja a szörnyet a játékban, akkor nem tudod mi a szörny, csak akkor, amikor bajba, bajba vagy gyakorlatilag, és, és kb. a vadászok is úgy vannak tervezve, hogy a szörnyhez uh, vannak adva kb. Na, beszéljünk egy kicsit a Krakenről, Íme, itt van, így néz ki gyönyörű állat, uh, azt kell mondjam, ez is megint csak azt kell mondjam, hogy egy stílusos, uh, Uh, szörny. egy jól néz ki, és van bennük fantázia. Engem, hogy őszintén egy kicsit emlékeztet a Predatorra a, a csápjéval. Nagyon át van alakítva, de hogyha ránéztek így a szem és az arc uh, struktúrára, gyakorlatilag egy kicsit úgy néz ki, mint a uh, Predátor, nem? Tehát van, van, van benne valami. Nos, mit tud a Kraken? A Kraken tud repülni, nem azt mondom, hogy folyton mindig ott tud lenni a levegőben, de nagyon huzamos ideig a levegőben tud maradni, nagyon gyorsan el tud tűnni ő is a, a, az ellenfél szeme elől, hogyha szükséges, de az ő igazi fő képessége a távolról való támadás. Mondhatni ő a helyi sniper így is mondani, és nagyon jó kis támadása van. Ugye van neki egy úgynevezett Lighting Strike-ja, ami, ami azt csinálja, hogy egy ilyen, hát gyakorlatilag villámot fog szórni valahonnan a testéből, és egy ilyen területen, amit láthatjátok a képen, és egy ilyen területen így fogja, és így ö, egy ilyen villámcsapás generál, ami csoportos sebzést tud okozni, főleg, hogyha föl van, ki van húzva maximumra ez a sebzés, akkor hihetetlenül magas. Tud majd lenni. A, a másik pedig ez a Banshee Mines, ez, ez gyakorlatilag ilyen sikoltó klémorok, uh, -ok, mondhatnánk azt, hogy ötöt zomni belőlük, és automatikusan rámennek a közelben lévő ellenfelekre. És, és na, nagyon praktikus tud lenni, mert, mert így kiszorod a vadászok közé, és azonnal bemérnek, amíg neked van időd uh, a következő támadást újra uh, felmérni. És ez a lényeg a krakennek. A kraken nagyon jól tudja uralni a a csatamező gyakorlatilag azzal, hogy levegőben van, egy főső, egy ilyen taktikai nézetet kapsz gyakorlatilag a, 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 csatáról, és, és ki tudsz számolni, mit, hogyan, hány, merre, meddig, és mikor, öm, indis indítsd a következő támadásodat. persze arra számítanod kell, hogy a vadászok megpróbálnak lehozni, és a csapdák nagyon is jól működnek, például a Kraken eleme lehúzzák a, a, földről, és ugye a Krakennak van egy olyan támadása, hogy after shock, ami egy, egy maga köré egy ilyen elektromos búrát képez, és ami a környéken van, az minden, az azt minden, e, minden e, lesebez. Na most ehhez, hogy, hogy sebezze a vadászok, mondjuk le kell ereszkedned közéjük. Én azt szoktam csinálni, földök a levegőbe, elindítom az after shockot, tudom, hogy kell neki egy-két-három másodperc, hogy és amire feltöltődik, leereszkedem, és akkor bum, robban, megsebződnek, ellöködnek, nincs idejük kézbe kapni, és addigra már újra föntvek a levegőbe, és a következő támadással uh, már is uh, lecsapok. Van egy olyan támadás, hogy Vortex, az az a uh, furcsa ilyen örvény, amit csinál magából, azt így fogja, és így uh, ellökje az ellenfelet, miközben sebez, nagyon hasznos tud lenni, mert így külön tudod őket um, választani, hogy kiválasztasz egyet, így ellököd a vortex és rányomsz egy lighting strike-ot, ugye, hogy lejön rá a villám, és nagyon-nagyon effektíve sokat tud sebezni, vagy, vagy Vortex, és oda nyomsz hozzá ezeket a Claymore-okat, ezek a Banshee Minds nevezetű csapdákat, oda nyomod rá, és is gyakorlatilag nem tud előle elmenekülni. Úgyhogy gyakorlatilag amit érdemes vele csinálni, mindig levegőben maradni, mindig uh, megpróbálni fölülről nézni a, a, a család mindig mozgásban maradni, és, és vadászként játszva egy levegőben lévő krakenre nehéz rálőni, eltalálni, és, és meg kell válogasd a vadász, hogy ki az, aki képes elmenni odáig, és megsebezni, mert, mert túl magasan van, és nem minden fegyver hat rá igazán jól. Nem beszél hogy a Krakennek van az egyik leghosszabb életes, ő talán a legjobban a, ezt a sebzést, mert, mert gyakorlatilag azért, mert csata közben, hogyha repül, hogyha fönt van lassú, és, és hát képes benyelni elég sok sebzést gyakorlatilag. Nos, a következő lény, amit uh, igazából csak akkor kaptál meg, hogyha előrendelted uh, a játékot, ha jól tudom, ő pedig a Wraith nevezetű szörnyecske lenne, azt kell, hogy mondjam, hogy, hát egy kicsit olyan alien beütése van, nem? Tehát gyönyörű figura, azt kell, hogy mondjam, uh, így néz ki közelről, és, és nagyon, uh, nagyon, Dúrva a szörny de tényleg ilyen alien beütése van nekem. Üh, harmadik százisban elég beteg lesz. Na ő, ő lesz az, ő, ő az, akiről úgy mondanám, hogy a leggyengébb, legkevesebb páncélral és élettel is rendelkezik, viszont ami hatalmas előnye, a leges leggyorsabb. Tehát kétszer olyan gyors, azt kell mondjam, kb. Mint a mint a másik kettő szörny és nagyon effektív, nagyon durvan gyors támadásokra képes. Na de viszont uh, uh, eléggé durva uh, képességei vannak gyakorlatilag, hogy tehát van neki például egy olyan, hogy abduction, ami, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy elrabol, elrablás, ami annyit tesz, hogy így oda teleportál valahogy egyik vadászhoz például, és így megragadja, és így kirántja a többiek közül, és így pillanatok alatt szétkapja. Adott ponton nagyon, nagyon durva tud uh, lenni. Van egy olyan neki, hogy, hogy dikoy, ami hát megint csak egy így érdekes um, támadás egy ilyen klónt hoz létre magáról, ami a klón gyakorlatilag fogja és eltereli a figyelmet, és meg is támadja az illető vadászt, miközben maga a, a lé láthatatlan lesz, és azzal nagyon effektíven el tudsz menekülni, mivel hogy maga a, a vrét az egy ilyen hit and run technikára alapoz, ezért is van például az abduction, mert hogy kinézed, pif, elrabolod, leölöd, mész, elmenekülsz, felfejleszted a páncélodat, és, és már is tész. Van neki még egy olyan, hogy Vort, vagy valami ilyesmi. Uh, ja, Vort Blast az a neve, és uh, az is eléggé durva, mert gyakorlatilag oda siklik, oda teleportál az ellenfélhez, és így a környékén így gyakorlatilag így, így, így felrobban gyakorlatilag. És, és, nagyon magas sebzést ö, tud okozni, de az egész ö, szörny úgy, úgy, van kitalálva, hogy, ö, hogy, hogy, egy ilyen hiten technikákat ö, fogyasson. Van még egy olyan támadás, hogy supernova, és hát ez, 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 elég beteg, ilyenkor így átalakul az egész szörny, ilyen, ilyen olyan lesz, mint hogy ilyen ö, fényből lenne összerakva, és ilyen, nagyon-nagyon durván egy arénát hoz létre, eleve ott kezdődik, és azon belül nagyon-nagyon-nagyon gyors támadásokra leszel képes és, és effektív, és gyakorlatilag olyan, akkor a sebzés is, tehát észben nem kap a vadász, és már rajta van a vrét, és is csapkodja, nagyon beteg, támadási technika. De mondom, ügyelni kell vele, ezzel a szörnyel azért tényleg ilyen hitel technikákat kell csinálni, és mindig ügyelni kell arra, hogy, hogy ne az életed legyen az, amivel bekapod a a lövéseket, hanem mindig ügyelni kell, hogy páncél, páncélod legyen, és például a mesterséges intelligencia mind a három szörnél euh, fantasztikus munkát végez, mert nagyon ügyel arra, hogy amint lemegy a páncélja, már el is menekül, és hogyha akkor nem kapod el, és akkor engeded, hogy a szörny felfejlesz a páncélját, vagy felfejlődjön harmadik szintre, ott, ott úgy tízből hétszer biztos, hogy elszíthet a meccset, mert hihetetlenül erős lesz maga a mesterség és intelligencia, és nagyon ügyel arra, hogy mindig, mindig legyen páncélja, ez hihetetlenül jól ki van találva a játék, és nagyon pengék és élvezett szörnyel és karakterekkel is játszani, nem beszélve arról, hogyha haverokkal játszol. Nos, ennyi, ennyi, lett volna a mai videó, remélem tetszett a három szörny, és, és kedvetek kaptatok egy kicsit ez a játékhoz. Úgy gondolom, hogy mindenképp érdemes megvenni, hogyha, hogyha kinek nincs pénze, hogyha olcsóbb lesz a játék, ez ezt a játékot látni kell, meg kell tapasztalni, nagyon ö, móka tud lenni, és és ugye? Van 12 pálya, 12 féle. Ö, lehetőség de ebből a szempontból a pályákon, úgy játékmódok, más játékmódok vannak, mindenféle, mindegyik pályán külön kis intro, külön feladatot le lehet csinálni, és így végig lehet vinni kampányt folyamatosan, és nagyon-nagyon uh, jó ki van találva a játék, jó lehetőségek vannak benne, és, és, és tudja hozni azt a változatosságot, hogy, hogy minden vadászat, más tud lenni egy bizonyos szempontból. Főleg, hogyha egy szörnyen jó játékos, akkor, akkor, mindenki meg tudja színesíteni. Én fogok feltétlenül olyan live gameplay-t, ahol, ahol így gyakorlatilag így, uh, nem, tehát így, könyörögtem azért, hogy 10 másodpercig már maradjak életben, amíg bejönnek a társaik, mert én volt az utolsó túlélő, és, és így nagyon-nagyon durva volt a, 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 teljes játékmenet. Nos, um, köszönöm a figyelmet, nekrokrim voltam, sziasztok!